Vers és mesemondó versenyekre készülnek, hat történeti kiállítás, országfásítási program, karácsonyra otthon lehet broker Marcsi. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcak Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 18-án 18 óra 5 perckor. Az új tanévben is több vers és mesemondó versenyre készülnek a Karcagi Nagykun református általános iskola diákjai. Erről kérdeztük Takácsné Csikós Anikó igazgatóhelyettest. Az alsósok városi megyei, illetve a felsősök most már bekapcsolódtak az országos versenyekbe is. Ezeknek vannak most a házi versenyei. Mind az alsós, mind a felsős tanulóink nagyon sok városi, megyei, illetve a felsősök most már elsősorban bekapcsolódtak az országos versenyekbe. Ezeknek vannak előkészítő versenyei, házi versenyei, és ezután következik majd a házi versenyek után remélhetőleg, hogy azok nagyon jól sikerülnek, és a tavaszi időszakban ennek lesz a folytatása az országos versenyek. A szakember tanítványaival novemberben Áhítat keretében tart egy műsort a templomban. Ezt követően az adventi országos Kunhegyesi Szavalóversenyre versenyre készülnek, ahol nem csak Szavaló, hanem dicséreténeklő verseny is lesz. A dicséreténeklő versenyre Ferenci Péterné tanárnő készül a tanulókkal következő az adventi szavaló verseny ez országos szavalóverseny, ezt kunhegyesen tartják, nagyon komoly, nem csak szavaló, hanem dicséret éneklő verseny is, és erre harmad, illetve elsőtől nyolcadikig készülhetnek tanulóink, én elsősorban a szavaló verseny részéről beszélnék. A témánk a tél, advent, karácsony. Kiválasztjuk a megfelelő verset, a gyerekhez illő verset, az életkorhoz természetesen, és akkor azt elkezdjük közösen gyakorolni, elég sokszor meghallgatjuk nálunk gyakorlat az, hogy egymás tanítványait is meghallgatjuk, nagyon sokszor az alsósok, a felsősöket is így fordítva, és akkor így megyünk el november végén, de ugyanígy van a dicséret éneklő versennyel is, ott Ferenci Péterné tanárnő készül a tanulókkal. Takásné Csikós Anikó a vers és mesemálasztásnál fontosnak tartja, hogy a gyermekek életkori sajátosságait és egyéniségét is figyelembe vegye. Az ansós kisgyerekeknek semmiképpen nem való a komoly vers. Egy vidám kisgyerek pedig egy vidámabb típusú verset tud jól elmondani. Nagyon-nagyon fontos dolog az életkori sajátosság, illetve az egyéniség. Van úgy, hogy illetve többször elmondjuk a gyerekeknek, hogy ti magatok is választhattok. És nagyon sokszor ők valami nagyon komoly verset, például egy alsós kisgyerek, és ez semmiképpen nem való neki. Ezért akkor közösen könyvtárban keresgélünk, adjuk nekik, és akkor ez így sikerül azt kiválasztani, ami az ő egyéniségének megfelelő. Hiszen egy vidám kisgyerek például egy igazából vidámabb típusú verset tud igazán jól elmondani. A tehetséggondozó körökben külön is foglalkoznak a gyerekekkel, akik tevékenykednek, felsőben már a műsorokban is részt vesznek. Nálunk a tehetségkörök úgy működnek, hogy alsóban elindulnak, már az első-másodikos kisgyerekeket megfigyelik a tanítónénik, úgy adják át nekünk harmadik-negyedik osztályba, bekapcsolódnak a harmadikos-negyedikes tehetségkörbe, és akik ott tevékenykedtek, Azokból kerülnek ki elsősorban a felsős szavalók, akik aztán a felsős műsorokban szerepelnek. Például most volt a reformáció, amit ünnepeltünk vasárnap, a vasárnap Istentiszteleten. És például az én volt osztályom szerepelt, és nagy, -nagy öröm volt számomra az, hogy láthattam ezeket a volt szavaló gyerekeket. Gyakorlat az is az iskolákban, hogy a felső szavalókat áthívják az alsóba, és a kicsik meghallgatják őket, mert abból is sokat tanulnak. Második világháborús hadtörténeti kiállítást szervezett egy magánházban Albert Krisztián gyűjtő. Vele beszélgettünk. A kiállítás a karcagi második világháborús események 75. évfordulója alkalmából készült helyi háborús relikviákból. Nem régiben egy második világháborús kiállítást rendeztünk meg ismerőseim jó voltából. Ez egy magánházban került igazából megrendezésre, és ez a karcagi második világháborús események 75. évfordulója alkalmából készült. A helyi háborús események azok sorsdöntőek voltak az Alföldi Páncélos csatának a a történetében, és nagyon sok tárgyi relikvia maradt hátra a városban. A fiatal gyűjtő pár éve nagyon beleásta magát a témába. A gyűjtő néhány éve kezdte el gyűjteni ezeket a régiségeket. Albert Christian szerint másabb az, amikor az ember könyvből tanulja a történelmet, és más, amikor kézzel foghatóan találja meg egy régi házban, vagy egy idős úrnál, aki maga gyűjtötte a kilőtt harckocsikból, és így jött a kiállítás ötlete. Én személy szerint néhány éve kezdtem el gyűjteni ezeket a régiségeket. Másabb az, amikor az ember könyvből tanulja a történelmet, és más, amikor kézzel foghatóan találja azt meg egy, egy régi házban, vagy egy idős úr hozza elő, hogy, hogy ezt ő maga gyűjtötte például a kilőtt harckocsiról. Így jött ez az ötlet, és szerettem volna ezt másoknak is megmutatni. Ebben a témában ilyen kaliberű kiállítás még nem volt a városban, aki ennyire komolyan foglalkozott volna a második világháború témájával. A kiállításon Ruziska Ferenc helytörténész is tartott előadást a helyi eseményekről, illetve a veszteségekről. Egy püspökladányi gyűjtő az ruhákról szólt. A kiállítás helyszínén Ruziska Ferenc helytörténész is tartott előadást a helyi eseményekről, illetve a veszteségekről, ami háború során érte a várost, akár katonai, akár civil vonalon érthetően, illetve egy püspökladányi gyűjtő barátom egyenruhákról tartott nekünk kis előadást, ő hozott is néhány bemutató darabot, ezeket is megtekinthettük. Az első tárgyat Krisztián Erdélyben kapta. Ez a páncélozott jármű lánctalp szeme egy nagyon ritka darab, és ez hozta meg a kedvét a gyűjtéshez elkezdte a hat történelem érdekelni, és közben rábunkant bizonyos tárgyakra, és gyűjtőktől is vásárolt, pár az nem olcsó. A gyűjteménye nagy része kevésbé jó állapotú tárgyakból áll. Sokkal jobban kedveli azokat, amelyeket tovább használtak, vagy harctéri roncsállapotúak, vagy egyáltalán nincsenek jó állapotban. Viszont sokkal közelebb hozzák az emberhez a történethez. Nekem a gyűjteményemben a legelső tárgy az, az éppen nem karcagról van, erdélyi rokonaim lévén sokat járok Erdélybe, és, és ott faluhelyen kaptam egy páncirozott járműnek egy lánctalp szemét, ami roncsvasként hányódott az udvaron, és amikor elkezdtem utána járni, hogy ez milyen típusnak az alkatrésze lehet, akkor kiderült, hogy ez egy nagyon ritka, egy nagyon ritka darabról van szó, és viszont ez annyira meghozta a kedvem igazából a témához, hogy hogy teljesen magával ragadott, és a, amellett, hogy a természet kincseit is gyűjtöm, és a természetet is járom, amelyet, a, a, amellett így a hat történelem is elkezdett érdekelni az utóbbi években. Ma már egyértelműen érzékelhető, hogy gyűjtő vásárol gyűjtőtől, és igazából nem, le, nem szabad mellé beszélnünk, azt mondják, pénz beszél, kutya ugat, viszont szeretném azt megemlíteni, hogy én igazából a gyűjteményem, a gyűjteményem nagy része az kevésbé jó állapotú tárgyakból áll, tehát én sokkal jobban kedvelem az olyan tárgyakat, amelyek lehet, hogy tovább használtak, vagy harctéri, roncsállapotúak, vagy már, tehát egyáltalán nincsenek jó állapotban, viszont úgy gondolom, hogy ezek sokkal közelebbi, so sokkal közelebbi hozzák az embert a, a hadtörténelemhez, főleg, hogyha ez emellé egy tört történet is párosul, és jó lehet, hogy ezeknek a tárgyaknak már inkább csak eszmei értéke van, de van néhány olyan tárgyam, amit én is gyűjtőktől vásároltam, de mostanában főleg így a karcagi vonatkozású relikviek gyűjtésébe ástam el magam jobban. Karcagon fiatalok is gyűjtik a világháborús emlékeket, az idősebb korosztály pedig nosztalgiából emlékbe elrakja a családi örökségként. Ők is elhozták tárgyaikat a kiállításra. Meglepő, hogy az ember azt gondolná, hogy főleg csak fiatalokat érinti. Azonban idősebbek közül is ismerek olyat, aki gyűjti ezeket a régiségeket. Nem feltétlenül csak ezeket, de meglátja benne az értéket, és van, aki a ronstelepet járva összeszedi ezeket a, ezeket a tárgyakat. Vegyes a korosztály. Én a, igazából a kiállításon nagyon sok segítséget kaptam 8-10 helyi gyűjtőtől, akik szintén nagyon sok tárgyat adtak be a kiállításba, és így valósulhatott meg egy ilyen nagyon nagyobb tárlat. Albert Krisztián szeretné leírni tárgyai történetét és egy nagyobb, több napig látható kiállítás megszervezését is tervezi a jövőre nézve. Magyarország erdős, fás felületeinek erőteljesebb növelése érdekében indította el az Agrárminisztérium az országfásítási programot. Magyarország az erdőivel borított területrészek az ország területének mindegy 21%-át adják. Azt szeretné az Agrárminisztérium a következő 15-20 évben mint egy 26-27 százalékra emelni. Ez jelentős mértékben hozzájárul a környezet megóvásához és a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez. Az alföldi, nem kimondottan erdős területek közé tartozó Jász Szolnok megyében is vannak olyan helyszínek, például elhagyott területek, autópályák szélei, bekötőutak környékek, közparkok, ahová fákat lehet ültetni. Jegyezte meg stábunknak Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, és hangsúlyozta, hogy a kormány sokat fordít a környezetvédelemre beszámolt róla, hogy Jász Szolnok megye erdőtelepítési programja keretében Tószegen, mint egy 9 hektár területen telepítenek erdőt. De az országban vannak olyan területek, ahol akár 100-200 hektár telepítésére is lehetőség van. Fontosnak nevezte, hogy egy Alföld közepen lévő település a program részévé váljon. Szalai Ferenc Szolnok polgármestere egyebek mellett azt emelte ki, hogy Jász szónok megyében 3% a fával borított területek aránya, amely Nográd megyében megyében 60, Zala megyében pedig 38 százalék. Csatlakozva az Agrárminisztérium elképzeléséhez a következő időszakban minden megszülető gyermek után egy fát fognak elültetni. Mondta és megjegyezte, hogy Szolnokon körülbelül 600 gyermek születik egy évben az országfásítási program keretében a most kezdődő ültetési szezonban az állami erdőgazdaságok saját területének több mint 550 hektár új erdőt telepítenek. Ehhez 2 millió facsemetét és csak nem 100 tonna makot használnak fel. A mintaprogramhoz 86 település csatlakozik. Az elmúlt tíz évben csak az állami erdőgazdaságok 450 millió facsemetét ültettek el, és 9500 tonna makkot vetettek el az erdők fenntartása során. A megkezdett programok 3 5 év alatt 25 ezer hektáros erdőterület növekedést eredményezhetnek, és megközelítőleg 100 millió új fa tültetését jelentik. A karácsonyt már otthon töltheti Bróker Marcsi, aki 12 milliárd forintos kárt okozott ügyfeleinek. A karácsonyt már otthon töltheti Bróker Marcsi, aki 12 milliárd forintos kárt okozott ügyfeleinek. A karcagi üzletasszony jól fizető befektetéseket ígért, de a pénzt inkább magára költötte. Van olyan, akitől 100 millió forintot csalt ki. Majdnem 800 ember károsított meg, ezért az ügy már három éve húzódik. Mivel az idő alatt nem hoztak ítéletet, ki kell engedniük a három éve letartóztatott brókernőt. Ebben az évben semmiképpen nem várható az ügyben elsőfokú ítélethirdetés. Ennek többek között az is az oka, hogy számos tanút meghallgatott már a bíróság, azonban nagyon sok tanú. Az idézetteknek a több mint 30%-a nem jelenik meg a bíróságon az idézésre, és ez is okozza azt, hogy a bizonyítási eljárás elhúzódik, hiszen ezeket a tanúkat a bíróságnak ismételten meg kell idéznie, idéznie majd a tárgyalásra. Valóban karácsonykor már otthon lehet a vádlott, hiszen ez év december 16-án három éve lesz, hogy letartóztatásba került a büntetőeljárási törvény kötelező rendelkezése folytán ebben az ügyben a letartóztatás maximális időtartama három év lehet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy enyhébb kényszerintézkedés ne lenne alkalmazható a vádlottal szemben. Amennyiben a bíróság úgy látja, hogy a letartóztatás feltételei továbbra is fennállnak, akkor elrendelheti, hogy a vádlott egy bizonyos területet, lakást, illetve az ahhoz tartozó bekerített helyet kizárólag engedéllyel hagyhassa el. Ez gyakorlatilag a mostani büntetőeljárási törvény szerinti bűnügyi felügyelet, amit a régi büntetőeljárási törvény háziőrizetként, illetve lakhelyelhagyási tilalomként szabályozott. Ebben az esetben egyébként a törvény azt is kötelezően előírja, hogy nyomonkövető technikai eszközt kell alkalmazni a vádlottal szemben. Tudni kell még azt is, hogy abban az esetben, ha a vádlott megszegi a magatartási szabályait a bűnügyi felügyeletnek, akkor ismételten elrendelhető a letartóztatása, és ebben az esetben az időtartam is újra kezdődik. A szolnoki törvényszéken 2019. november és decemberben további sértettek tanúkénti kihallgatásával folytatódik az úgynevezett kunmediátor ügytárgyalása. A bíróság, ahogyan eddig is valamennyi napra egész napos tárgyalást tűzött ki, amelyre összesen 12 tanút idézett meg. A Jász Nagykun Szolnok megyei főügyészség 2017. június 9-én 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, két rendbeli sikkasztás és számviteli rendje megsértésének büntette miatt emelt vádat a vádlottal szemben, aki a vádira szerint a budapesti székhelyű Kun Kft. önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjeként az ügyfeleit tévedésbe ejtve a cég 15 éves működése alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott. Az ügyben első fokon eljáró szolnoki törvényszék a vádemelést követően azonnal megkezdte az 1700 oldalas vádírat és a mintegy 60 ezer oldalas nyomozati anyag feldolgozását és a bírósági eljárás megalapozott és minél időszerűbb lefolytatása érdekében 2017. július 26-án előkészületi ülést tartott. Ezen az ügy különös bonyolultságra figyelemmel a bizonyítás keretének, terjedelmének és a bizonyítás felvétel sorrendjének meghatározása érdekében az ügyészt, a vádlottat és a védlőt meghallgatta. És 2017. november 6, 9 és 13. napjára tűzte ki az első három napos tárgyalási időpontját. A 2017. november 6-ai első tárgyalási napon a vádirat ismertetése, a vádlott kihallgatása és a vádlott családtagjainak tanúkénti kihallgatására került sor. November 9-én a második és november 13-án a harmadik tárgyalási napon pedig az egykori Kunmediátor Kft. alkalmazottjait hallgatta ki tanúként a bíróság és megkezdte a sértettek tanúkénti kihallgatását. Az ügy tárgyalása 2017. december, január, majd 2018. január. Március, április, június, szeptember, november, majd 2019-ben folytatódott. Az ügyészség a vádiratban 234 tanú kihallgatására és további, csaknem 500 tanú nyomozás során tett vallomásának felolvasására tett indítványt. Az ügyben 2019. november 12-ig tartott, 36 tárgyalási napra összesen 185 tanút idézett a bíróság. Közülük csak nem 125-en jelentek meg a bíróságon, 60-an, azaz mindegy 32%-uk szabályszerű idézés ellenére távol maradt. A megjelent tanúkat a bíróság kihallgatta, ami a büntető jellegétől fakadóan tanuként átlagosan egy-másfél órát idáig összesen mintegy 190 órát vett igénybe. A meg nem jelenteket pedig újabb tárgyalásra kell visszaidéznie. A bíróság emellett pedig 60 tanú nyomozás során tett vallomását ismertette. A vádot ez idáig nem tett, csupán észrevételeket tett a sértettek által elmondottakra. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.carcattv.hu weblapon. Viszontlátásra!